Három ország 45 egyesületének részvételével rendezték meg Miskolcon az egyetemi körcsarnokban az Avaskupa Csordás József karate emlékversenyt. A komoly tradíciókkal bíró viadal történetében a 2022-es év részvételi rekordot hozott 825 versenyző adta le nevezését a jubileumi évben, ugyanis már fél évszázados múltra tekinthet vissza hazánkban a karate sport. Rekordnevezést hozott az egyik legkomolyabb tradíciókkal bíró hazai meghívásos karate verseny az Avaskupa, ami már 16. alkalommal Csordás József emlékverseny is volt egyben. A házigazda város Miskolc sportokat is felügyelő alpolgármestere és a Magyar Karate Szakszövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük az esemény díszvendégét, a Tokiói olimpián emlékezetes körülmények között bronzérmet szerző Hárspataki Gábort, akit óriási tapsvihar fogadott, jelezve, hogy mennyire népszerű sportágában az olimpiai bronzérmes klasszis. Aki természetesen a miskolci Justitia Fujiyama és a sportolóival is készített közös képet, hiszen a sportág kimagaslóan legnépszerűbb és méltán elismert alakja lett olimpiai érmével. Nagyon pozitív véleménnyel vagyok efelől, mivel nagyon örülök annak, hogy mi elkaptuk ezt a lehetőséget, úgymond megharcoltunk érte az olimpiai bronzéremmel, de utána nagyon boldogok is vagyunk, hogy mi kaptuk ezt a lehetőséget, hogy úgymond a karatét mi cipeljük a hátunkon, mivel mi nagyon pozitív irányba szeretnénk vinni, nem csak a versenysporton belül, akik ismerik, hanem egész Magyarországon vagy akár Európán belül is, úgyhogy szerintem ezzel a feladattal meg tudunk birkózni, és a kérdésedre visszatérve pedig igen, nagyon, nagyon boldogok vagyok emiatt. Évekkel ezelőtt, amikor Hárspataki Gábor még nagyon fiatal karatékának számított, sok hasonló viadalon vett részt, mint például az Avaskupa. Ha jól emlékszem, akkor elnök úr azt mondta, ez a 16. Avaskupa, illetve Csordás József emlékverseny. Szerintem 16 évvel ezelőtt még itt versenyeztem az első között, emlékszem erre a csarnokra, illetve erre a versenyre is, és akkor nekem elég nehéz verseny volt, úgyhogy igen, nagyon boldoggá tesz az, hogy most nem versenyzőként, hanem egy díszvendégként lehetek itt, és a kicsiknek mutatok egy kis utat arra, hogy merre menjenek tovább, merre szeretnének fejlődni, és szeretnék nekik ebben segíteni. Nem lett tiszteletbeli edző is egyben a csodálatos olimpiai harmadik helyezés után, riportalanyunk? Arra utalva ezzel, hogy azt gondolnák kívülálló, hogy bármerre jár, kicsik és nagyok sokasága megy oda hozzá tanácsot, segítséget kérni. Természetesen igen, és nagyon boldog is vagyok, mivel az iskolámban ezt tanultam, edzőképzést, illetve személyi edzőtestképzést, úgyhogy nekem az életem mindenféleképpen a karate irányában fog maradni. Én szeretnék mindenképpen egy jó edző lenni, vagy akár elnök úr segítsége mellett az elnökségi tagok között lenni, vagy akár egyszer egy felnőtt válogatott edző. Úgyhogy én mindenféleképpen ebben az irányban szeretnék tovább maradni egész a életem végéig. Visszakanyarodva a tokiói játékokra, már oda kijutni is elképesztően nehéz volt, hiszen a világ legjobb 10 versenyzőjének adatott meg, hogy egyáltalán küzdhessen az olimpián. Hát igen, ez egy 2 éves hosszú ciklus volt a kvalifikáció versenyeztetés. Összesen a világranglistáról 4 versenyző, a 4 legjobb versenyző juthatott ki. Egy kontinentális kvóta a rendező országnak. Akkor volt egy verseny, a kvalifikációs verseny Párizsban, ahol 3 versenyző jutott ki, és kiosztottak egy szabad kártyát. Szóval ezzel a 10 versenyzővel gyűlt össze az elit keret az olimpián belül, és a 75-ös kategóriában több mint 500 versenyző próbál kvalifikálni. Ebből az olimpiai kvalifikációs versenyen pedig 300-an indultunk, úgyhogy ez egy elég hosszú folyamat volt, és egy nagyon szép folyamat volt, hogy tényleg egy ilyen szép eredménnyel végeztünk így az egésznek a csúcspontjára. Hosszú felkészülés volt, hosszú kvalifikáció, de hál' Istennek azt tudom mondani most így mindenkinek, vagy akár a tévé előtt is azt, hogy ezt nagyon megérte. Akik látták Hárspataki Gábort versenyezni Tokióban, talán sosem felejtik el azt az energiát, azt a tüzet, azt a győzni akarást, ami versenyzését jellemezte. Tudni kell azt, hogy az én kategóriámban, a 75-ös kategóriában azt tudom mondani, hogy akik az olimpián elindultak, az a top 10 versenyző, abból bármelyikből lehetett olimpiai bajnok, bármelyikből lehetett volna. Tényleg az érem színek között nagyon hajszányi változtatások, vagy hajszányi különbségek voltak. Azt tudom mondani, hogy minden úgy történt jól, ahogy történt. Voltak természetesen elemzések, hogyha talán még egyszer fejbe rúgom, vagy hogyha nem azzal indítanék, vagy ez, vagy az. De ezt nagyon jól megtanultam az edzőmtől, a Fischer Mihálytól, akivel együtt készültünk, és együtt szereztük ezt a gyönyörű szép érmet.
hogy nem kell túlgondolni mindent. Nem kell hazni, nem kell másra gondolni, ami történt, az úgy történt, megtettünk érte mindent, és egy gyönyörű szép éremmel tértünk haza. Egy jubileumi esztendőt él a magyar karate sport, hiszen már 5 évtizedes múltra tekint vissza a karate hazánkban. Ennek az ünnepi eseménysorozatnak részeként pedig 2023-as világbajnokságnak adhat otthon Magyarország, ahol több mint 120 ország képviselteti majd magát, tehát gigantikus mezőny várható. Azt tudni kell, hogy ez lesz az első olyan felnőtt rendezésű világbajnokság, ami Magyarországra szervezni fog. Ez egy nagyon hosszú procedúra és felkészülés lesz majd, azért, hogy akár mi is, vagy mások, más versenyzők is érmet tudjanak onnan szerezni. Azt tudni kell, hogy az én edzőm a Fischer, mert ő a felnőtt válogatottnak az edzője. Úgyhogy szerintem ebben az egyéves ciklusban nem csak ő, hanem tényleg mindenki, akár egymásért is meg fogunk tenni mindent, hogy minél több és minél szebb érmekkel térjünk haza. Úgyhogy előreláthatólag én azt tudom most mondani a kamerába, hogy én onnan aranyérmet szeretnék hazatérni. Nem olyan messze. A Magyar Karate Szakszövetség miskolci elnöke a megnyitó részeként megajándékozta a sportágat, az Avaskupa lebonyolítását segítő támogatókat, majd nyilatkozott kameránk előtt. Méghozzá egy szép rekord kapcsán. Az a fantasztikus, hogy a karate egy nagyon szép 50 évet tud maga mögött, és hát ebben illeszkedik az Avaskupa, a Csordás József emlékverseny is. Avaskupaként nem tudom pontosan megmondani, legalább 40 alkalommal rendeztük már, vagy közel 40 alkalommal, és Csordás József emlékére pedig 16. alkalommal kerül megrendezésre ez a verseny. És az a fantasztikus, hogy egy ilyen nehéz Covid-dal teli több mint két év után 827 nevezés érkezett, tehát azt jelenti, hogy egy monstre versenyre kerül sor. Ezt megelőzően ettől nagyobb verseny Miskolcon 2008-ban volt, illetve azt megelőzően pedig a világkupák sorozata, úgyhogy egy szép nagy és nemzetközi versenyt sikerült bonyolítani a mai napon. Miskolc mindig is a bázisa volt a magyar karaténak, egy nagyon fontos bázisa. Például itt van a regionális központ, tehát Észak-Kelet-Magyarországi regionális központot itt látjuk el, ugyanúgy a Pálinkás András elnök úr, aki a Justíciát is vezeti, ő van megbízva a regionális karate központnak a vezetésével. Tehát Miskolc az mindig egy példája és egy bázisa volt a magyar karaténak, és hát a versenyszervezésnek a hagyományai is a kezdetekre. Én például személyesen 1982-ben vettem részt, illetve szerveztem az akkori egyik bajnokságot, azt úgy hívták, hogy Kinizsi Kupa. 1986-ban már szerveztünk egy junior Európa-bajnokságot, és hát a világkupák sorozata, valamint az avaskupáknak a sorozata azt mutatja, hogy kialakult egy olyan tapasztalat, egy olyan tudás a versenyszervezés területén is, ami nyilván méltó ehhez a mai naphoz is, tehát az avaskupa is ennek a hagyományoknak a folytatója, és Andrásék, vagy a Kisvirág, vagy a többiek, az Orsiék, tehát nagyon komoly munkát tesznek abba, hogy ez a verseny is sikeres legyen. Emelve a fókuszt Miskolcról az egész országot érintő eseményekre, a jubileumi esztendő milyen rendezvényeket hoz majd a sportágban a tervek szerint? A központi ünnepi eseményünk az 50 éves jubileum vonatkozásában a szeptember 16-án már megvolt a Testnevelés Egyetemen. Azért a Testnevelés Egyetemen, mert őt tekintjük a bölcsőjének a karaténak, hiszen ott kezdődött a karate oktatása. Tulajdonképpen már a 70-es évek elején Mészáros Attila ott kezdte a Kyokushin karate alapjait oktatni. Ugyanoda került az Antal János mester, aki a Shotokan karatét hozta be Magyarországra. Ő már mesterként érkezett haza, szintén fölvette a kapcsolatot a küzdősporttanszékkel, tehát ő is kapott egy támogatást, és hát ahogy említettem a megnyitó beszédemben, a Testnevelés Egyetem ma már teljes mértékben a küzdősporttanszéken két karate oktatónk van tulajdonképpen, ami szintén fantasztikus, tehát testnevelő tanároknak tanítják a karatét, mesterképzés, tehát a szakedző képzésben már nem csak a BSC, hanem a mester szintű képzés is folyamatban van, tehát a Testnevelés Egyetemmel az oktatásban és tehát a edzőképzésben, edzőtovábbképzésben nagyon szoros a kapcsolatunk, tehát ez volt a központi ünnepség, a Testnevelés Egyetem és a Karate Szövetség közösen rendezte, tehát ezzel indítottuk, és tulajdonképpen folyamatosan ezt az 50 évet felszínen tartjuk, tehát ahol a karate szóba kerülhet, az egy fontos szempont, hogy 50 éves a karate. Egyébként a 60-as évek végén már elkezdődött valami olyasmi, ami a küzdősportokra utalt, törtek, csináltak különböző önvédelmi mozdulatokat, de azért tekintjük a 72-t az 50 év kezdetének, mert innentől kezdődhetett legálisan, mint sporttevékenység a karate. Tehát egész évben, sőt a jövő év őszéig
folyamatosan ez az 50 év lesz a központban, és a jövő évi budapesti karate világbajnoksággal zárjuk, ami egyébként egy fantasztikus nagy verseny lesz. A világszövetség, a karate világszövetség bízott meg bennünket 13-at követően, tehát egy ilyen világbajnokságnak a megnyerése hosszú évekig kell pályázni, és 6-7 évvel a verseny előtt eldől legkésőbb, hogy kirendezheti, és én azt gondolom, hogy Budapesten egy 120-140 ország részvételével a világ minden részéről itt lesznek. Valószínű, hogy a világ legnagyobb karate világbajnokságát fogjuk megrendezni, azzal fog zárulni ez 50 éves jubileum ciklus. Amennyiben minden a tervek szerint halad, miskolci indulónak is szoríthatunk majd a budapesti világbajnokságon? A Tóth Vanda, ő a csapat katában, ő most készül a világbajnokságra. Tulajdonképpen ők most már elkezdték a felkészülést, tehát ő neki van esélye, hogy a világbajnokságon tatamira léphet. Egyébként meg nyilván a kvalifikáció folyamatban van, de ő tűnik esélyesnek Miskolcról. Visszatérve a sportág olimpiai érmére, mit adott ez a bronz a magyar karaténak? Tulajdonképpen az olimpiai bronzérem az egy nagyon komoly fókuszt helyezett a karatéra. Az a szerencsés helyzet, hogy a Házspataki Gábor nem csak egy nagyon jó versenyző, hanem egy olyan kiváló személyiség is, aki nagyon jól tudja reprezentálni a karatesportot, a versenyzőket. Tehát, és hát tudjuk, hogy Magyarország azért az olimpiacentrikus, tehát az olimpiai eredmények azért mindig többet érnek, bár az én véleményem szerint ugyanannyit dolgoztak a karatésok azt megelőzően is, de egy olimpia az mindig más. Ezt aki részt vett rajta, az észreveszi, hogy amikor egy világbajnokságon van, az is nagyon fontos dolog, amikor megérkezik egy olimpiára, akkor más a hangulat, az érzés, tehát minden egy kicsit más szintre emelkedik, és hát a Gábor ezek között a körülmények között is sikerrel teljesített, és hát ez a média figyelmét is nagyon komolyan fölkeltette. Tehát én azt gondolom, hogy ekkora média figyelmet a karate még soha nem kapott, mint az olimpiai bronzérmet követően. Tehát ez volt az, ami különleges volt benne. Most Párizsban már ugyan nincs ott a karate az olimpián, de ez is hozzátartozik a karate 50 évéhez, hogy ott voltunk, Tokióban sikerült kvalifikációt szerezni, ami nagyon nehéz dolog. Tehát a világ 10 legjobb versenyzője kerülhetett ki, ami igazán 8-at jelent, mert a kontinentális kvóták alapján, tehát nyilván megkapta Afrika, megkapta Óceánia, Ausztrália a kvótát, tehát nekünk a 8 hely egyikén kellett kijutni, és ezek, tehát a világ 8 legjobb versenyzője közül is sikerült érembe hazatérni a Gábornak, tehát ez egy óriási figyelem. Ezt azért említettem, más sportágakhoz képest is, tehát ez az olimpia érem, ez véleményem szerint jóval többet ér, mint amikor azt mondjuk, hogy bronzérmes lett a Gábor. Elhangzott már a most is látható Tóth Vanda neve. A válogatott miskolci tagja az Avas Kupa Csordás József emlékversenyen is kitett magáért, hiszen kata gyakorlatával megnyerte az U21-es és a felnőtt kategória küzdelmeit. Csapattársa Nagy Gréta az U21-es kategóriában a második helyen zárt, Bérces Botond pedig 2 érmet gyűjtött be, ő az U21-es kategóriában a legjobbnak bizonyult, a felnőttek között pedig a második helyen zárt. A legeredményesebb klub az MTK lett, a miskolci Justitia Fujiyama SC pedig 6 arany, 8 ezüst és 18 bronzéremmel az összesített eredménylista 6. helyét szerezte meg.